Négy hazai győzelem, két vendégsiker és két döntetlen született a megyei első osztályú bajnokság nyitófordulójában. A Szakói 2-0-ra verte a Tiszavasvárit, az Ibrány a Baktoló rendházát, az Újonc Gyulaháza pedig a Nagyhalász múlta felül 2-0-ra. A Nyírgyulaj Máté szarkáló vitte el a 3 pontot 3-0-ás sikerével, a Tiszakanyár pedig Tiszalökön győzött 1-0-ra. A Szatmár Unió Kemese találkozó 0-0-ás, a Sényű Mándok mérkőzés pedig 2-2-es döntetlennel zsárult. A legutóbbi bajnok Tuzsér a 3 kihagyott 11-es és a kiállított kapusa ellenére is legyőzte a két emberét idő előtt elveszítő Nagyecsedet. 0-0-ig elég jól tartottuk magunkat, sőt addig inkább nekünk voltak lehetőségeink. Hát a kiállítás ott rögtön ugye ebben a 40 fokba felborította az egész rendszerünket, tehát emberhátrányba kerültünk. Onnantól kezdve a Tuzsér dominált, igaz a megítélt büntetőt kihagyták, hanem ezt a büntetőt hát kicsit erősnek éreztem, de mindegy, a játékvezető megadta. Utána kiállították a Ricsit is, tehát kettősebben hátrányban, úgy gondoltam, már reálisan esélyünk nincs, ott kaptak még egy büntetőt, hát a sors fintora úgy azt megint kihagyták. Utána kiállították tőlük is a kapust, ott hátra még egy 10 perc, ott még voltak lehetőségeink, erre kaptak ők még egy büntetőt, amit ismét kihagytak. A nagyecsediek a második fordulóban szomszédvári rangadón a szintén Újonc Máté szalkát fogadják. Én személy szerint szeretem az ilyen mérkőzéseket, Kemecsével rengeteget játszottunk ilyen szomszédvári rangadókat, tehát ez én azt mondom, ami a közönséget is lázba hozza. Gondolom én itt is, Tuzséron is volt 1000 néző, ennyi biztos vagyok benne, Ecseden is lesz, és én véleményem szerint jobb csapatom, miénk is ott, hogy győzni is fogunk. A forduló további párosítása a következő: Tiszavasvári Tuzsér, Nyírgyulaj Tiszalök, Baktoló Rendháza Sényő, Kemecse Gyulaháza, Mándok Szakoly, Tiszakanyár Fehérgyarmat és Nagyhalász Ibrány.